Nyáron mindenki szívesen látogat el a szabadba, és hallgat zenét. Amikor én először térzenén vettem részt, akkor egészen meg voltam lepve, hogy milyen különleges élmény. Nos, Budapesten a terek zenéltek az elmúlt időszakban, hiszen a zenét ünnepelhettük. A Zeneiskolák Szövetsége, illetve a zeneiskolák különböző tereken adták elő produkcióikat, erről láthatnak most egy összefoglalót. A 19. századi hangulat, 21. századi színvonal volt a mottója a Hunyadi téri felújításoknak, melyek 2012 második felében kezdődtek. A cél egy olyan új látványi, tartalmi és formai elemekkel bővített park kialakítása volt, mely egy európai színvonalú, stílusában és színvilágában, a közvetlen építészeti környezetével, a Hunyadi téri csarnokkal harmóniában áll. A felújítási munkálatok végeztével 2012. december 2-án vehették ismét birtokba Terézváros lakói az immáron megújult és megszépült Hunyadi teret, ahol koncerteknek helyet adó zenepavilon, fény- és vízjátékkal ellátott vízmedence, új padok és bokrok, valamint virágos növénysor is várja a téren pihenni és sétálni vágyókat. Terézvárosi önkormányzat szervezésében ingyenes szabadtéri koncertsorozat indult április 27-én a Zenepavilonban. A Térzene, Zene Tér című programsorozat májustól szeptember végéig komoly és népzenei, jazz, kórus és gyerekzenei műsorokkal várja az érdeklődőket. Többek között fellépnek az opera, a Kolibri Színház és a Zeneakadémia művészei is, a kerületi nagykövetségek pedig nemzeti kulturális hagyományaiknak megfelelő zenei produkciókkal készülnek. A nyitó rendezvényen beszédet mondott Hassai Zsófia, Terézváros polgármestere. Boldogan köszöntöm Önöket ezen a verőfényes délelőttön egy igazi 19. századot idéző téren, amely hitem szerint pillanatokon belül több lesz, mint tér. Hely lesz, hiszen Hanvas Béla eképpen tett lényegi különbséget tér és hely között. A térnek száma, a helynek arca van. Két egyforma hely épp úgy nincs, mint megismétlődő pillanat. A térkép megkísérli a teret és a helyet egy nevezőre hozni, olyan egyezményes jelekkel, ahogy a hangjegy leírja a zenét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tényleg boldogsággal tölt el, hogy eljöttek, és ezzel az emelkedettséggel kívánok koncertsorozatunk mai nyitányához jó szórakozást, maradandó élményt. Koncerten a nyári vonós négyes előadásában olyan népszerű művek csendültek fel, mint Mozart kiséi zenéje, Brahms magyar táncai, Piazzolla libertangója és Monti csárdás. Simonfi Márta alpolgármester a gyönyörű dallamokért köszönetképpen emléklapot adott át a nyári vonós négyes tagjainak. Én úgy gondolom és úgy gondoltam, hogy a zenepavilon akkor él, hogyha tartalommal meg van töltve. És miután az operaháztól kezdve a Erkel Zeneakadémián, a Liszt Zeneakadémián keresztül az egy csomó-csomó olyan iskola van, az Erkel, a Tóth Aladár zeneiskolánk, úgyhogy arra gondoltunk, hogy megkérjük őket, hogy minden szombat déli órákban tartsanak egy koncertet, ez a mai naptól indul, tehát április végétől indul, és szeptember végéig tart.
Nagy örömmel vagyok itt, úgyis, mint országgyűlési képviselő, de úgyis, mint szintén zenész, ahogy szoktuk mondani, én hegedű szakos tanár vagyok, ráadásul a 6. kerületben tanítottam hosszú éveken keresztül, és ide jártam a konzervatóriumban, Nagymező utcában, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, úgyhogy nekem külön élmény, hogyha ez a polgári zenei kultúra megjelenik egy belvárosi kerület parkjában. A koncertsorozat második állomásaként is számtalan érdekes program várta a Hunyadi térre látogatókat. Anyák napja alkalmából egy igazi családi program kerekedett a téren, kiszebáb égetéssel, zsonglőrrel és közös táncolással, amihez a kolozsvári Üsztürű zenekar szolgáltatta a minőségi zenét. Szász Csávási és kalotaszegi muzsikájukkal fiatalokat és időseket is bevontak a körtáncba, majd az anyáknapi köszöntő gyerekjáték formájában valósult meg Redő Júlival. Anyu, nézd a szemembe, látod milyen tiszta a napfény, ha belenéz, szép gesztenye barna. Hát én most per pillanat azt látom, hogy a kislányom nagyon-nagyon készül, nagyon-nagyon dugdos valamit, és nagyon nem szabad nekem a lakásban bizonyos helyekre és a postaládak közelébe menni, úgyhogy látom azt az aranyos, kedves készülődést, ami ilyenkor folyik. Május 11-én a Tóth Aladár Zeneiskola kórusa adott nagy sikerű koncertet a Zenepavilonban. A népszerű dallamok mellett spirituálé, angol és héber nyelvű ének is szerepelt a női kar repertoárján. A 110 éves Tóth Aladár Zeneiskola kórusa, a TAZI, több mint negyed évszázada aktív résztvevője a 6. kerület és egyben Budapest zenei életének. Önálló hangversenyekkel, vagy a zeneiskola több együttesével közösen rendszeresen vendégszerepelnek nemzetközi kórus és egyházzenei fesztiválokon. Az elmúlt évtizedekben Európa számos országa mellett az Egyesült Államokban, Hongkongban és Kínában is felléptek, és két önálló CD-lemezzel is büszkélkedhetnek. Nagyon-nagyon remekül éreztük magunkat, azt hiszem 26 fős lánycsapat énekelt a világ minden részéről, hozott és tanult közismert vagy kevéssé közismert dalokat, amely mindegyik arról híres, hogy jó hangulatú és közösségi dalok. És nagyon nagy szeretettel énekeltük mi is, mint ahogy nekünk tanították a világ sok-sok pontján. Gyönyörűen énekeltek, olyan nemzetközi repertoárral, ami ritkaság, és olyan fantasztikus teljesítménnyel, ami világhírű tényleg. Május 18-án szombaton a Nemzetközi Harsona Szövetség 2011-es versenyének nyertese a Quattro Forte Harsona Quartet volt a Hunyadi téri Zenetér Térzene című koncertsorozat vendége. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatóiból verbuválódott kvartett 2010-ben a Nemzetközi Harsona Szövetség Egyesült Államokbeli versenyére alakult. A megmérettetés a lehető legjobban sikerült. A 2011. júniusában megrendezett Nashville-i döntőn a zsűri a Quattro Forte Harsona Quartetnek ítélte az első díjat. Azóta számos rendezvényen önálló koncerten lépnek fel. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó csapat szerepelt itt ma ezen a téren, egy szenzációs felújított kis pavilonban. Ez a Harsona Quartet, ez egy olyan formáció, ami tényleg a kamarazenében egy különleges dolog. Ugyanis nagyon sokszínű, ha bár egy hangszercsoportról van szó, mégis rettenetesen sokszínű tud lenni. Akár itt a kortárs zenétől kezdve a könnyű zenéig minden tudnak játszani ezek a fiatalok.
akit szombaton a Hunyadi tér felé vitt az útja, nem nagyon tudta megállni, hogy legalább pár percet ne időzön el a pavilon előtt. A békeidők hangulatát idéző tér és a harsonaszó idéje a fényképezőgépek tulajdonosait is megihlette. Május 25-én szombaton gyermeknap alkalmából várták Terézváros apraját és nagyját a Térzene Zenetér koncertsorozat 5. állomásán. A délelőtön felléptek a Kolibri Gyermek és Ifjúsági Színház Dajka Margit színész és bábszínész képző stúdiójának másodéves növendékei. Az előadást Brüggel Gyermekjátékok című képe ihlette meg, amely bepillantást enged a középkori játékok birodalmába, és egyúttal abba a korba, melyben a játék, a tánc, a muzsika, palotától a kunyhóig boldog népek nyelve volt. Számtalan középkori játékkal ismerkedhettek meg a gyerekek, részt vettek a sárkány legyőzésében, kipróbálhatták a hordó lovaglást vagy a vakfazék játékokat, sőt birkózókkal és tótágosokkal is találkozhattak. Öröm számunkra, és azt hiszem, akik itt vagyunk, mindannyian láthattuk és élvezhetük a Kolibri Színháznak ezt a fantasztikus Brückel képre való előadását, ami szerintem Brückel soha nem gondolta volna, hogy így megihletődik, de biztos, hogy boldog lenne ettől, mert sok-sok gyerek volt itt a körünkben, és hihetetlenül élvezték ezt a játékot, amit ő is a játékról festett. Úgyhogy Terézváros nevében köszönöm a Kolibri Színháznak, Novák János igazgató úrnak és Szívós Károly rendezőnek és természetesen a művészeknek, mindannyiunknak, hogy ilyen fantasztikus előadást gyereknap alkalmával kaptunk tőlük. És átalakulsz, új lényként a fejed van a lúd, pörgő, forgó, hűvöletes, itt van a föld, a fejednek eszem. Átalakulsz és mét alakulsz, forgás közben a földbe lapulsz. Buffent, baffit, fordulj át, földön a kovak és gördül a hát, fordul a fordul a hátadon át. A koncertsorozat keretein belül szeptember végéig minden szombaton újabb produkciókkal várják a zenepavilonhoz látogatókat. A zene a fülnek munkát, a memóriának örök emléket ad. A zene kapcsolatot teremt az emberek között, és a beszéd mellett a legfontosabb kifejező eszközünk. Közösségformáló és hangulatot befolyásoló hatalma van. Ezt a gyönyörű zenét, amit kaptunk itt még pluszban, ez álom szép volt, és mintha egy más világba kerültünk volna. Nagyon varázslatos volt, és nagyon boldog vagyok, hogy nem az otthoni munkát választottam, hanem ezt a kedves műsort, és hallottam, hogy ez most már hetente lesz, és ez még boldogabbá tesz. Nagyon boldog vagyok, hogy ez a gyönyörű létesítmény létrejött, és végre lehet pihenni is a padokon, és a zene az mindenek felett, az mindenkinek jó. És hogy miért énekeljünk, zenéjünk nap mint nap? Mert a zenei nevelés sokkal többet jelent, mint zenét hallgatni és énekelni, mondókázni. Második nyelvünk, amivel érzelemgazdagabban tudjuk kifejezni magunkat. Lélekemelő és kiegyensúlyozottságot nyújtó tevékenység az önkifejezés egyik formája. Nagyon jó kezdeményezés. Ki tudunk ide ülni, egy kicsit kikapcsolódni, levegőn vagyunk, szép zenét hallgatunk, és nagyon szép lett a tér, gratulálunk az önkormányzatnak, hogy ezt nekünk létrehozta. És most, hogy ez mindig rendszeres lesz, ez különösen jó. Arról már nem is beszélek, hogy ezt a sok tündéri kisgyereket, aki olyan áhítottan hallgatja, mint ha már ők is ide járnának a Zeneakadémiára. Kis türelmük van nézni, állni, ami a gyerek kisgyerekre igazán nem jellemző. Úgyhogy nagyon, és nem gondoltam, hogy ilyen rengetegen lesznek. Élvezzük ezt az előadást, igazából véletlenül kerültünk ide, és nagyon jó. Nekem nagyon tetszik ez az előadás is. Ami eddig tetszett, az amikor a boszorkány lefagyasztotta őket.
Nekem tetszik ez a rendezvény, főleg az, hogy szép napsütés van és labdázhatunk. Tér nagyon megszépült, és azt hiszem, hogy mindnyájunk számára ez a tér valóban közösségi térré fog válni, és más hangulatot áraszt a piac, amelyik az őstermelő piac is közvetlenül mellette sokkal szebb körülmények között. Egy olyan múltszázati, nyugodt, kiegyensúlyozott hangulatot fog árasztani. És ahogyan a rektor úr elmondta a Zeneművészeti Főiskolának a rektora, hogy valóban ez a tér kötődik nagyon sok régi, híres zenekari és zenész embereinkhez és zeneművészeinkhez. És úgy gondolom, hogy mindjárt nevében kifejezhetem azt az örömet, hogy ilyen szép és otthonos lett ez a tér. Remélem, hogy nem teszik tönkre a huligánok. Remélem, hogy vigyázni tud a minden hatodik kerületi állampolgár. Bernstein szavait idézve, a zene önmagunk feltérképezéséhez és az emberek közötti kapcsolatok jobbításához segíthet. És amíg a zene tovább él, fennmarad, a titkát nem is tudjuk megfejteni, bízhatunk erejében.